A minőségi borkészítés fortéjaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők az Erdélyi Magyar Borászok Egyesület által szervezett őszig tartó összetett borászati képzésen. A kurzus első részét a Kárpát-medence egyik legrégebbi ménesi borvidékén szervezték. A Magyarországi Agrárminisztérium által működtetett Samsz Ferenc terv kereteiben az Erdélyi Magyar Borászok Egyesülete borászati és szőlészeti továbbképzés szervezett Arad-hegy alján, a ménesi borvidéken. A kétnapos találkozón 41 borász vett részt a Párciumból, Érmellékről és Erdély több szőlészetéből. Nagy szükség van arra, hogy a tapasztalatainkból, vagy a mindennapi újdonságainkat megosszuk ezekkel az emberekkel, hiszen az az egész folyamat azt kell elérje, hogy a végén minden egyes fiatal gazda, szőlész vagy borász olyan minőségű borokat készítsen, állítson elő, ugye, amelyel felzárkózhatunk az európai és a világ bármilyen szintű, bármilyen minőségű borai mellé. A továbbképzés időtartama több hónapot és több helyszínt foglal magában. Az első tanfolyamon a résztvevők betekintést nyerhettek a pezsgőkészítés folyamatába, többek között a szőlő meccése, a zöld munkálatok és a növényvédelem területén is képezhetik magukat. A képzés végeztével a tanfolyamon résztvevők az EGRI Eszterházi Károly Katolikus Egyetem oklevelében részesülnek. Az elmúlt két napban a vörösborkészítés és a pezsgőkészítés csinyát-bínyát lesettük el, és az egész borkészítési folyamaton végigmentünk, egész a szőlészettől a kész palackos tételig. Ugyanakkor a Balla Géza pezsgőpincészetben is megnézhettük, hogy hogyan történik a degorzsálás, és szerintem egy nagyon jó átfogó képet adott mind a két típusú bornak a készítéséről. A 2022-ben indult Samsz Ferenc terv a Kárpát-medence magyar borászati kultúrájának fejlesztését és esetenkénti újraélesztését szolgálja. Ebben a formában is támogatni kívánja a történelmi borvidékek fejlődését és a határon túli magyar borásztársadalom szülőföldön való boldogulását.